filmforgatáson is részt vettek, tanévkezdés a maristásoknál, hirdetmény a település fejlesztési koncepcióról. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 17-én 18 óra 5 perckor. Mostantól a város 7 pontján elérhető a díjmentes internet, amelynek használata rendkívül egyszerű és mindenkinek rendelkezésére áll. Egy pályázat keretében ingyenes wifi pontokat alakítottak ki a városban, erről kérdezzük Szepesi Tibor polgármester urat, hol lehet ingyen internetezni. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően a város több pontján lesz ingyenesen elérhető wifi hálózat. Próbáltuk úgy kialakítani ezeket a tereket, illetve olyan közösségi tereket kiválasztva, ahol többen összejöhetnek, egy kicsit pihenhetnek, internetezhetnek, egymással lehet csetelni, és ahol különböző, azzal együtt, hogy közösségi tér, különböző mozgásformák is megvalósulhatnak. Ezek a közösségi terek, összesen 7 ilyen közösségi tér került kialakításra, amiből kiemelném a sportcsarnokot, illetve a kosárlabda pályát, hiszen itt más egyéb mozgásokra is lehetőség van, tehát egy olyan közösség jöhet össze, ahol különböző tematikai, tehát meg lehet nézni majd sporteredményeket, lehet fényképeket föltenni akár a Facebookra, akár különböző versenyeredményeket megosztani egymással. Illetve vannak olyan területek, ahol várakozási idő alatt lehet használni az internetet, tehát egy picit hasznosan lehet tölteni az időt. Ugye ilyen a Városháza előtti tér, ilyen a kórház, ilyen az Akácliget fürdő, és hát nyilván ezzel együtt vannak olyan közösségi terek, ahol egy kicsit lehet pihenni, ahol lehet kikapcsolódni, ugye ilyen a Városháza, illetve a főtér melletti terület a Filagória részen, illetve a Kiskulcsosi iskolánál, ott pedig abban a park részletben, ami már most kezd kialakulni, de hát nyilván majd folytatni fogjuk azt a résznek a kialakítását is. Illetve a kulturális központ, ahol úgy szintén különböző rendezvények kapcsán lehet majd internetes eléréseket végezni. Ami fontos, ugye, hogy ebben a pályázatban ilyen különböző jeleket fogunk majd elhelyezni a város több pontján, ahol ezeket a jeleket lehet látni, ott érhető el ez az internetes ingyenes wifi felület. Nagyon fontos a bejelentkezésnél, hiszen amikor valaki megtalálja a wifi felületet, vagy a telefonján, vagy a különböző internetes eszközén, akkor el kell fogadni egy csatlakozási feltételt, és abban a pillanatban lehet használni gyakorlatilag az ingyenes wifi részt. A matricán egyébként található egy QR kód, amire ha föllép, akinek nyilván ilyen telefonja van, hogy ezzel lehet ilyen opciót végezni, az rögtön a karcagi honlapra tud eljutni, tehát ott gyakorlatilag olyan információkhoz, további hivatali időkhöz, olyan kórházi rendelőidőkhöz, olyan egyéb információkhoz tud hozzájutni, amelyek segítik a mindennapi életben. Annyit azért még mondjunk el, hogy mit kell kiválasztani a feldobott wifi közül, melyik hálózat ez, amelyik a városé. Mindenki meg fogja találni, én azt gondolom, hiszen azért annyi nyílt wifi hálózat nem lesz itt a környéken, hogy ne lehessen tudni kiválasztani, de a felület az a wifi EU 4, tehát így fog majd bejelentkezni, hogyha valaki föllép az internetes eszközével, telefonjával. A Pusztai Róka lovas csapat igen mozgalmas évet tudhat eddig magáénak, hiszen tavasszal részt vettek egy filmforgatáson, de lovasaikkal színházi előadáson, bemutatókon, versenyeken is voltak a nyáron, és még most is vannak programjaik, tudtuk meg vezetőjüktől, Bene Sándortól. Mint Bede Sándor elmondta, kicsit nehézkesen indult a tavaszi szezonjuk a járványhelyzet miatt. Elmaradt a Regnum Fest, de májusban ehhez kapcsolódóan filmforgatás zajlott a Benetanyán, ahol a hagyomány őrzésüket mutatták be. Májusban a Regnum Fest program zajlott Karcagon, annak a forgatása, tehát egy hagyományőrző közösségeket összefogó, összetartó nagy filmet készítenek, aminek a végeredménye még nem érkezett meg, de hamarosan meg fog jelenni.
Utána következő hónapban, június végén Győrbe utazott a csapat 10 lóval, ahol részesei lehettünk a győri Szent László hagyományőrző rendezvénynek. Ez egy nagyon nagyszabású program, kezdődik egy több száz gyalogost és egy ilyen 60-70 lovast felölelő nagy városi felvonulással, utána pedig a győri Mosoni Duna aranyparton zajlanak a hagyományőrző programok. Itt vannak jurta táborok, középkori táborok, illetve nagyon sok lovas bemutató, kézműves kirakodó vásárok, tehát tényleg nagyon színes program várja az érdeklődőket. És itt még Győrben részt vettünk ugyanezen rendezvény keretein belül a Győri Lovas Színház által szervezett Szent László rockoperában, ahova egyébként szintén járunk évek óta, mármint ebbe a programba, és hát ez is azt lehet mondani, hogy nagyon jól sikerült. Júniusban a gömöri hagyományőrző napokon szerepeltek Gyimolán, ahol találkoztak a Karcagról elszármazott Tila Ádám bucavasgyúróval. A gömöri hagyományőrző napokon szerepelt a csapat Imola településen. Ez is egy nagyon érdekes rendezvény volt. Többek között találkoztunk a Karcagról elszármazott Tille Ádám kovács mesterrel, aki a bucavasgyúróval, aki az Árpád-kori vaskohászatot kutatja, és nem csak kutatja, hanem csinálja is. Tehát nagyon, nagyon érdekes tevékenységet mutatott ott be, és előadásokat tartott, tehát ez is egy színfoltja volt a rendezvénynek, és hát nagyon tetszett a közönségnek a mi lovas harci bemutatónk is. Tehát még ilyen jellegű programot nem láttak, arra tényleg nagy, vagy nagyon jó érzéssel jeleztek vissza irányunkba. És ezen a rendezvényen utána úgy zajlott nekünk a további program, hogy nem utaztunk haza a lovakkal, hanem ott maradtunk, és Imoláról túráztunk ott a Csereháth hegységbe. Tehát az is nagyon érdekes volt, 150 kilométert lovagoltunk körülbelül. Augusztusban az ősök napján, vagy ahogy többen ismerik, a Kurultájon voltak Bugacon 250 lovassal és sok száz hagyományőrzővel. Na, augusztusban azt lehet mondani, hogy ott felpörögtek az események. Az augusztus legnagyobb rendezvénye az az ősök napja volt, vagy többen Kurultájnak ismerik, ezt Bugacon szervezik meg minden évben. Az ősök napja a Kárpát-medencei magyarságnak a legnagyobb hagyományőrző seregszemléje, tehát egy 250 lovas és sok száz hagyományőrző vett részt, tehát tényleg egy nagyon erős és nagyon monumentális rendezvény, nagyon-nagyon sok programmal, amely a nemzeti megmaradásunkat segíti. És itt is voltak különböző versenyek, amelyeken részt vett a csapat, azt lehet mondani, hogy nagyon jó eredménye, tehát nagyon sok helyezést hoztunk el, tehát volt lovasíjász verseny, lovasbirkózó verseny, akkor a köböre bajnokság, lovasügyességi versenyek voltak, övbirkózás, és tényleg mindenhol jól szerepeltünk, úgyhogy nagyon örültünk az elért eredménynek. Akkor augusztusban a Kurultáj után közvetlenül tartottuk meg a lovasnomád életmód táborunkat, ahol a kultúránkból, ősi sztyeppei lovasnomád kultúránkból kaptak ízelítőt a gyermekek, és a tábor után pedig Tahitótfaluba utaztunk, ahol a köböre és etnosport magyar bajnokság zajlott. A legfőbb része a köböre bajnokság. A köböre egyébként az egy olyan csapatjáték, amelyet két lovas csapat játszik, és egy hagyományosan, még a közép-ázsiai sztyeppéken a mai napig rendesen játszák. Az azt jelenti, hogy feláldoznak egy juhot vagy egy kecskét, levágják a fejét, lábvégeket, és akkor ezzel a kizsigerelt állat tetemmel történik a játék. Ez egy nagyon ősi játék. A kazakok kökpárnak hívják, az üzbégek kökbörűnek, afgánok buszkasinak, és nagyon érdekes egyébként, hogy a Mándoki Kongúr István kutatásai szerint az 1920-as években még itt a Nagykunságban játszották köböre néven. Tehát végül is ez a magyar elnevezése ennek a versenynek, és akkor itt tartottak egy bajnokságot Tahitótfaluban.
a verseny tegnap fejeződött be, tegnap voltak a döntők, és a csapatunk lett az abszolút győztes. Tehát összesen 5 mérkőzést kellett játszani, illetve 6-ot az elő, vagy a körmérkőzéseken volt 5 mérkőzés, ott 4-et megnyertünk, egy döntetlen volt, illetve a döntőt tegnap szintén megnyertük. A karcagi lovasok ott lesznek az alföldi állattenyésztési napokon, és Kassai Lajos lovasíjász világbajnokkal Budapesten, a vadászati világkiállítás megnyitóján, de még októberre is vannak terveik. Ebben az évben is kiemelten fontosnak tartják a szülőkkel való kapcsolattartást, együttműködést. Minél jobban igyekeznek majd mind a diákok és mind a szülők segítségére lenni abban, hogy higgyenek önmagukban, és az iskolai módszeres nevelésük beépüljön az otthoni szociális térbe. Üdvözlöm Dániel Kacsó Andrát, a Szent Pálmarista Általános Iskolának az intézményvezetőjét. Elindult a 2021-22-es tanév, mit lehet tudni a részletekről? Valóban most nyitottuk, én is üdvözlök mindenkit. A tanévnyitó ünnepségünkről most érkeztünk vissza a Szent István templomból. Köszönjük ezúton is, hogy ott tarthatjuk az évnyitónkat. 41. osztályosunk kezdi meg az idén a tanévet. 2 osztályban indulnak, 2-2 tanítónénivel, egy osztályfőnök és egy osztálytanító patronálja őket. Most tették le az esküjüket, a kis marista esküjüket, kis vidámak, aranyosak, fecsegősek, ők most a szemünk fénye egy ideig. A többi osztályban nagyon reméljük, hogy az év során jelenléti oktatásban tudunk dolgozni. Megérkeztek a tankönyvek, tehát teljes felszereléssel váltuk a gyerekeket, sikerült a termeket már nagyon szépen dekorálnunk, az ablakokra kerültek díszek, hogy vidáman induljon a tanév, és lássák a gyerekek, hogy vártuk őket, számítottunk rájuk, és reméljük, hogy egész évben itt tudunk lenni a tanév során. Ha a járványhelyzetre kerül a sor, akkor nyilvánvalóan azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány szab számunkra, illetve amik a belső intézkedési körbe tartoznak, azokat meghozzuk, és ahogy eddig is tartjuk magunkat szigorúan ahhoz egymás védelme érdekében, egymás egészségének védelme érdekében. Ilyenkor a névkezdéskor hogyan tudtak, miben tudtak a szülők segítségére lenni? A RISZTÖBB pályázat keretében úgy, ahogy már több éve tanszercsomagokat tudtunk átadni a szülőknek, az ő nevükben is köszönjük szépen ezt a lehetőséget, hiszen a hátrányos helyzetű tanulóknak, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeknek nagyon nagy szükségük van ilyenkor a segítségre, hisz tudjuk mindannyian, hogy milyen sokba kerül már most a tanszercsomag beszerzése, és hát sok eszközre van szükségünk ahhoz, hogy jól felszerelten induljunk. Nálunk a Szociális Bizottság mindig kiegészíti és készít tanszercsomagot azoknak a gyerekeknek is, akik nem tartoznak ebbe a kategóriába, hogy minden szülő érezhesse azt, hogy vele is törődünk, és ők náluk is bizony szükség van erre a kicsi segítségre. Úgyhogy örömmel vették át a csomagokat, mindenki megjelent a csomagokért. Hogyan tervezik a tanévet? Terveznek esetleg valamilyen újítást idén? Nálunk most átalakítás zajlott, hál' Istennek lehetőségünk volt 25 új számítógép vásárlására, hogy az informatikai struktúránkat tudjuk fejleszteni, és nagyon örülünk, hisz a kompetenciamérés az idén már digitálisan zajlik, úgyhogy pont jókor történt ez. Ehhez képest a közösségi terünkben egy könyvtár is kialakult, olyan kis boxokkal, ahol a gyerekek leülhetnek játszani, társas játékozni, olvasni, információt szerezni, és a gépek is ugyanebben a teremben helyezkednek el. Oda még tervezünk egy fülhallgatós kis picike, kis csoport fejlesztésére szolgáló informatikai, illetve idegen nyelvi kis labort. Illetve azokat a hagyományos ünnepeinket az idén is beterveztük már, amiket meg szoktunk tartani. Ahogy tavaly elkezdtük a cigány témahetet, az idén is szeretnénk, mert nagy sikere volt ennek mind a pedagógusok, mind a gyerekek, mind a szülők körében, ők is bekapcsolódtak ebbe. Húsvéti játszóházzal várjuk majd a jövendő kis elsőseinket, akkor nyílt órát is szeretnénk tartani, hogy belássanak az iskola életébe, belelássanak abba, hogy mi zajlik nálunk naponta, illetve a Marcellin napunk, a Szent Pál napunk pályázatot nyilván fogunk hirdetni a város iskolai számára, ami ilyenkor már nálunk hagyományos. A Pasió és az élő Betlehemről még nem született meg a döntés, mert a pasztorális bizottság még eztán fogja meghozni a munkatervét, az majd bekerül a mi iskolai programkörünk. A farsangot is tervezzük, reméljük, hogy megengedi, majd a jelen járványhelyzet is nem lesz. Hogyha ne adj Isten, erre kerül sor, amiről utóbb beszéltünk, akkor az iskola milyen gyorsan, mennyire zökkenőmentesen tud
az új feladat elé tekinteni? Én azt gondolom, hogy mivel kialakítottuk akkor, amikor szükség volt rá, azokat a digitális tereket, amiket tudunk ilyenkor használni, már a szülők is hozzászoktak. Fönn is tartjuk folyamatosan, tehát szinte napi kapcsolatban vagyunk így ezen a felületen is a szülőkkel. Ezért azt gondolom, hogy egyik napról a másikra ez megoldódik, életbe lép az a rendszer, amit már akkor megszoktunk. Hál' Istennek nagyon kevés család az, aki még egyéb segítségre szorul, de ugyanúgy reméljük megnyithatjuk akkor az informatikai teret, és bejöhetnek tanulni azok a gyerekek, akik nem tudnak fölkapcsolódni egyéb más úton, módon a digitális oktatásba. Úgyhogy én nyugodt vagyok ez téren, hogy tudjuk azt teljesíteni akkor egyik napról a másikra. Karcagvárosi Önkormányzat képviselő testülete Karcagváros hatályos település szerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását határozta el. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 11. 8. kormányrendelet 37. paragrafus második bekezdésének megfelelően ezúton tájékoztatom Karcagváros lakosságát, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteit, vallási közösségeit arról, hogy Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete Karcagváros hatályos település szerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását határozta el. A rendezési cél 1-es. A cél a város belterületének dél-keleti részén az iparterületbe sorolt településrészek kiterjedésének növelése, a közlekedési területek rovására, a helyi gazdaság bővítése, a belterület intenzívebb építési hasznosítása, ezáltal pedig a beépítésre nem szánt területek megóvása érdekében. Az elkészült véleményezési dokumentumok megtekinthető Karcagváros honlapján, a www.karcag.hu/közhírelés/kérelem oldalon. A rendelet 42. paragrafus 1-es bekezdésében foglaltak szerint a hirdetmény megjelenésétől számított 16 napon belül a településrendezési eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket, véleményüket írásban a következő címre küldjék meg. Karcagváros polgármesteri hivatala polgmes@ph.karcag.hu e-mail címre. Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi 58. törvény 165. paragrafus 2-es bekezdés B pontja alapján a 314/2012 11. hó 8. kormányrendelet partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró 29/A paragrafusától eltérően a tájékoztatás, a véleménynyilvánítás és az egyeztetés elektronikus úton kerül lefolytatásra. Amennyiben a meghirdetett anyaggal kapcsolatban kérdésük van, kérem keressék településünk főépítészét. Farkas Renát a főépítész 0630 414 63 25. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!